Na, guruljunk! Gréti, mit csinál? Gyere csak ide! Ez alkalommal pedig irány a Felvidék. Néhányan összegyűltünk, hogy tekerjünk egy kicsit, bár az időjárás az nem rossz, de még az is lehet, hogy kapunk egy kis esőt. Ahogy látható, az egyik részvevő az ott van, a Gixerrel. Ugye, Fecó, de jó volt idáig eljönni. Nagyon, annyira jó volt. Ugye, nagyon jó volt. Állj le! És Endre. Hello! Endre a zesvével. Én meg hát azzal. Úgyhogy a zesvé. Na. Két Suzuki, egy BMW, nézzük a Felvidéket. De jó csináltátok, kacok. De szépen be vagy. Kenve. Mi van, te pólóba nyomod? Én 500 méterig bírom az ilyen fekvőtámaszt. Nem, hogyha most cserélünk, akkor ki kell tartani egy izét, fél napot. Megölcsön a csípőm. Csak. Hallod? Én amikor elindultunk, akkor már kétszer mondtam, hogy... Márkány után észak irányba indultunk el olyan alárendelt utakon, amit a térgépen is csak nehezen találtunk meg. Ezeket egy helyi ember ajánlotta, és nagyon nem bántuk meg, hogy végigmotoroztunk rajtuk. Meglepően jó volt az útminőség, ráadásul sikerült kikerülnünk a nagy forgalmat is. Oh boy,
was expecting you were gone. I was hoping for another dawn. Now I'm looking everywhere for you, 'cause I need another dance, I need another chance. I'm waiting for, waiting for, waiting for, waiting for the sign. Na, privát parkoló, nesze, az simán be lehet állni motorra. Én már nem ülök föl, ha már nem ülök föl rá. Sokkot kapott. Hát én átgurulok ott a izén. Úgy döntöttem. Kesz. Na, hát amúgy egy plázában sem nagyon laktam még. Lencsénben vagyunk, itt a cseh határhoz nagyon közel, és találtunk itt egy szállást, ami én utolsó pillanatban 4:30-kor foglaltuk délután, 3 szobát, többieknek is a kettesével vannak, 2 szobába, én pedig egyedül vagyok egy szobába, de ez nem is szoba, ez egy apartman. Tehát itt a bejárat, van egy hatalmas beépített szekrény, és egy nagy hatalmas nappali, saját jacuzzi, és a háló, dolgozó, hát elképesztő mekkora, hatalmas. Hú. Ez itt mi? Ja, ez itt a mellékes. Ott pedig azt a 700-át. Hű, hatalmas. Nagyon tetszik, nagyon jó. De tehát 3 szobát foglaltunk le,
Öten vagyunk, és 87 ezer forint reggelivel együtt, parkolással együtt a szállás. Fogalmam is, hogy ez most mennyi fejenként, mindegy, ennyibe került, de megérte. Na, most pedig akkor fürdünk, aztán utána találkozunk, és irány befele a városba, mert vacsorázunk. Nagyon érdekes egyébként ez a hotel. A célnak megfelel, de érdekesen van kialakítva. Itt egy, mint egy pláza. Úgy néz ki, mint egy pláza. Itt például, itt van a folyosó, ott nyitott. Hol a... Ja, ott a lépcső. Na, a többiek nyilván nincsenek kész, de hát majd jönnek. Sikerült egy parkolóhelyre az öt motort berakni. Jaj, Tomi, olyan szép cipőd van, legalább megtalálunk könnyen. Egy közutas cipő. Ez direkt azért van, amikor most szoktam elhúzni az aszfaltot, ne üssenek el. Jól teszed, nagyon jó, igen, praktikus. Arra kell menni abba az irányba. Okay. Arra van a szíty. Igen, a vatta új járgány. És mik a tapasztalatok 2500 km után? Nagyon jó. Jó, finoman diszkréten, még bejáratos. Milyen fotót csináltál, Tomi? Szerintem kényeltes fotó. A várról? Nagyon szép. Jól néz ki. Na jó, akkor keresünk valami élelmet. Hol megyünk? Tátrapasszás. Ezt mondom, hogy ezért jó az a cipő, mert nem lehet eltéveszteni. Sötétben is tudod követni. Azaz. És nincsenek homlesz. Ha várjál még vele, ki tudja, mi lesz itt még. Visszafele. Visszafele is jönni kell. Zabor vagyok. Gábor vagyok, és hódítani akarok. Nem fogom kivágni, nem érdekel. Ne csantjál. Rendkívül hülye helyzet van. Ezek itt röhögnek. Mert itt a főtéren nincs egy normális étterem, amivel le lehet ülni, kajálni. Kénytelenek voltunk pizzát venni, pizzaszeletet. A sört pedig egy másik helyről kellett ide szállítani. Valahogy ez számomra felfogadatlan, és a helyi ember mondta, hogy nincs, gondolkodott rajta, és nincs normális étterem itt a környéken. Hát ez van. Pedig ott a vár. Na, dugd be a kártyát. Én nem bedugok. Na, hol a fény? Na, mutat. Te most kamerázni akarsz? Nem. De hogy ilyen? Ne. De. Ó, hát ez gyönyörű. És ha akarod, még vizet is tudsz beleengedni. Az álompának. Ennyi. És hogy ez a osztály? Ja, hogy így van a fürdőszoba, hogy teljesen nyitott. Igen. Mert az tök jó. Ó, hát csodás. Tanulmányozd át. Ez is nagyon szép ez a szoba. Igazán jól fogtok aludni is. És ott mi van, milyen megfigyelő állomás, hogy mi? Na szóval, ahogy említettem, korábban eléggé csalódott vagyok, mert ennek a városnak a központjában egyszerűen nem volt egy normális étterem, ahol le lehetett volna ülni enni valami normálisat, hanem csak pizzát, meg ilyeneket. Viszont a szoba az nagyon kemény. Hát ez nagyon jó. A jacuzzi. Na, azt ott valahogy le kéne kapcsolni. Aha. Na, ez le van kapcsolva. A jacuzzi meg föl van kapcsolva. Fáradt vagyok. Jocakát. Most már pihenés. Most már pihenés alvás.